Részlet Szent János evangéliumából. Pilátus visszament a helytartóságra, maga elé hívatta Jézust, és megkérdezte tőle: Te vagy a zsidók királya? Jézus ezt felelte: Magadtól mondod ezt, vagy mások mondták neked rólam? Hát zsidó vagyok én, tört ki Pilátus, saját néped és a főpapok adtak a kezemre. Mit tettél? Jézus így válaszolt: Az én országom nem ebből a világból való. Ha ebből a világból volna országom, harcra kelnének szolgáim, hogy ne kerüljek a zsidók kezére. De az én országom nem innen való. Pilátus közbeszólt: Te át király vagy? Te mondod, hogy király vagyok, mondta Jézus. Arra születtem, és azért jöttem a világba, hogy tanúságot tegyek az igazságról. Aki az igazságból való, hallgat szavamra. Életünkben vannak pillanatok, amelyekben nem érezzük azt, hogy boldogok lennénk. Igaz, sokszor örülünk, jó kedvünk van, de ér minket jócskán bánat is, igazságtalanság, megbántás, meg nem értés. Akkor is szomorúak vagyunk, ha meghal valaki, akit szerettünk, és nem láthatjuk többé itt a Földön. Nem csak a lelki, de a testi fájdalmakat is nehezen viseljük. Amikor megbetegszünk, vagy baleset ér, megütjük magunkat. Az Oránnak van egy száma, ami egy vágyott világról szól. Azt énekli: Kell ott fenn egy ország, ami bárkit átölel, kell ott fenn egy ország, amit nem ronthatunk el. Mert bizony sokszor mi rontjuk el, magunknak köszönhetjük, ha baj ér. Mert nem tartjuk be a játékszabályokat, amelyeket Jézus tár elénk az evangéliumban. Hogy milyen legyen ez a vágyott ország, azt hosszasan sorolhatnánk, ahol nincs betegség, halál, ahol állandóan jól érezzük magunkat testileg, lelkileg egyaránt, és ahol csak jók tudunk lenni. Nem véletlen adott a szívünkbe az Isten ilyen vágyakat. Azért adta, mert ő maga is adni tudja mindazt, ami minket teljesen és tökéletesen boldoggá tehetne. Meg is fogja adni azt a mennyben, az ő országában. Minden országnak van vezetője, vagy vezetői, akik törvényeket hoznak, akik irányítják, kormányozzák az országot. Régen királyok uralkodtak. A mesék, a mondák, a legendák is ebbe a világba visznek vissza. A nép, aki a meséket kitalálta, sokat szenvedett az elnyomásuk alatt, mert a földi királyok bizony nem sokat foglalkoztak a szegényekkel. Ezért egy vágyott világot fogalmaztak meg a mesékben, ami csak a képzeletükben élhetett. Sok államférfi is váltotta egymást a történelemben, de ma már senki sem gondol rájuk, feledésbe mentek. Napóleon élete vége felé összehasonlította eredményeit Jézuséval, és így nyilatkozott: Jézusról mindig is beszélni fognak az emberek, és meghalni érte. Rólam már régen nem beszélnek majd, és többé senki sem fog meghalni értem. Napóleonért kényszerből haltak meg az emberek, de ma már senki sem menne érte a halálba. Jézusért sokan adták életüket, de ezt az iránt érzett szeretetből tették, és sohasem kényszerből, és ez mindig így van, egészen a mai napig. Őket nevezzük vértanúknak. Jézusról több mint 60 ezer életrajzot írtak, és senkiről sem festettek annyi képet, mint róla. Nem a hatalom tette híressé, hisz a Földön nem királyként élt, hanem inkább szolgáló szeretettel. A betegeket meggyógyította, feltámasztotta a halottakat, a bűnösökkel, a kiközösítettekkel barátkozott. Tanítása 2000 év óta a legfontosabb tudást adja az emberiségnek. Nincs a világnak olyan pontja, ahol ne ismernék, ne emlegetnék, ne imádkoznának hozzá minden pillanatban. Amikor Pilátus elé vitték, megkötözve, kiszolgáltatottan, egyáltalán nem látszott királynak. Ezt mondta az ő országáról Pilátusnak: Az én országom nem ebből a világból való. Ha ebből a világból volna országom, szolgáim harcra kelnének, hogy ne kerüljek a zsidók kezére. Jézus országa nem csak abban más, hogy nem a Földön van, de abban is, hogy ott nincs szükség katonákra. Ahol Isten áll a középpontban, ott csak szeretet van, a szeretetben, egyetértésben pedig nincs harc, ott nem kellenek katonák. Jézus királysága abban is más, hogy királyként lehajolt hozzánk, velünk egyenlővé, testvérünké tette magát, hogy megoszta velünk, nekünk ajándékozza az örökségét, a mennyei hazát. Ezért a hazáért azonban tenni is kell valamit.
Az életben is mindennek akkor tudunk igazán örülni, akkor értékeljük leginkább, ha kiérdemeltük, ha megdolgoztunk érte. Mindig szem előtt kell tartanunk, hogy akkor leszünk méltók Isten országára, ha megtartjuk Jézus parancsait, ha szeretetben élünk egymással. Ehhez időnként ellenőrizni kell magunkat. Így tudunk egyre jobbakká válni. Erről szól a következő történet. Egyszer egy kolostorra nehéz idők jártak, csak öten maradtak. A kolostor vezetője és még 4 szerzetes, akik mind 60 év felettiek voltak. Fent a hegyekben, közel a kolostorhoz élt egy mindenki által nagyra becsült szerzetes. Így a kolostor vezetője elment ez a szent emberhez, hogy hátha tudna valamilyen tanácsot adni, amivel a kolostor megmenthető. A kolostor vezetője és a szent ember hosszasan elbeszélgettek, de amikor a tanácsát kérték, akkor a szent embernek egy nagyon egyszerű válasza volt. Nem tudok neked tanácsot adni. Egyedül azt mondhatom, hogy közületek, akik a kolostorban maradtatok, az egyik, a messiás, aki fontos szerepet fog játszani az emberiség felemelkedésében. A vezető szerzetes visszatért a kolostorba, és elmondta a szent ember üzenetét. A következő hónapokban az öreg szerzetesek eltűnődtek az ember szavain. A messiás közülünk való, tette fel mindegyik a kérdést önmagának. Miután elgondolkodtak ezen a lehetőségen, egymás iránti tiszteletük rendkívüli módon megnőtt, attól a gondolattól, hogy esetleg köztük él a messiás. Egyszer csak észrevették egymás különlegességeit, és nagyon közel kerültek egymáshoz. Az a lehetőség, hogy valamelyikük saját maga a messiás, mindegyikük figyelmét rendkívüli módon saját maguk felé irányította. Ahogy az idő haladt, a kolostor látogatói azt vették észre, hogy a kolostorban a tisztelet és a szelíd kedvesség aurája lengi körül az öt öreg embert. Nem tudni miért, de egyre több ember tért vissza a kolostorba. Elhozták a barátaikat, és a barátaik még további barátokat hoztak. Néhány éven belül a kis kolostor újból virágzó közösséggé vált, a szent ember ajándékának köszönhetően. Isten országa köztetek van, mondta Jézus egy alkalommal. Vagyis itt a földön is lehet magunkhoz nagyon közel érezni az Istent, ha szeretjük embertársainkat, ha mindenkiben Jézus látjuk. Jézus bár a világ királya volt, mégis a földre született, hogy ő maga tegye elsőként, ő maga adjon példát a szolgáló szeretetre. Engedjük uralkodni a szívünkben Krisztust, a mindenség királyát, hogy már a földünk is mennyországgá változhasson.